palóceles, az egy rendkívül finom leves, a világ legfinomabb levese fog itt elkészülni. Az összes csapat elbukja ezt az egészet, mert ez a világ legjobb palóceles-e. A Súra Noctúra Klub meg a világ legjobb és legösszetartóbb és legbarátságosabb olyan túrázó klubja, akik bátran mennek hegyen, völgyön keresztül mindenhova. Ha jól tudom, őzragú van, amit fogunk majd kóstolni, és mellette egy jalapeño, amit én már kóstolhattam. Szeretnék az ételről egy kis bemutatkozást, és hogy hol tartotok most. Egy őzragú az nagyon-nagyon izgalmasan hangzik, tehát lehet, hogy vannak benne olyan kis apró tudásanyagok, amit akár én is tudnék használni. Hogy fogjátok elkészíteni? Bográcsban. Nem hagylak békén, hogy az a bogrács, amit látunk, ahol egy alufóliával folyamatosan négyen fedik. Igen, most rontják el. Tehát a titok az nem az őzben van a titok, hogy honnan való az őz. Tehát, hogy kimész Talján Dörögdől jobbra, onnan való az őz. Jól gondolom azt, hogy a fedés az a párolás miatt zajlik, nem adom föl, hogy egy kicsit visszapárolódjon, nem? Nem, a füst miatt. Tehát befogtuk a füstöt, és azzal egy kis füst is legyen. Ami ugye még az őszhöz kell, mi kell hozzá? Borókabor? Hát, szerintem száraz vörösbor is kell hozzá. Az itt látom, van, hát azt majd megisszuk. Pillepalackok mellett. És Sauvignon Blanc van itt a juhászéktól. Igen, van itt egy kék sakos. De engem azért nagyon izgatna az, hogy van ott egy üveg. Nem a Bodri pincészetnek a bora, hanem mellette van egy üveg, amiben egy ilyen bonyádi fakanál is látható. Igen. És nekem nagyon az az érzésem, hogy abban valamilyen házi készítmény volt. Mi volt abban? Volt. Mert abba, az már benne van. Abban volt a fűszer kivonat. Milyen fűszer kivonat? Igen, előkérde, jalapeño. De a jalapeño az külön van. Egy olyan fűszer kivonat, amiben biztos, hogy volt valamilyen házi paprika. Igen? Zsiradék is, mert föl van tapadva az üveg oldalára. Igen? Tehát engem nagyon izgatna, hogy mi volt abban az üvegben. Borókabogyó, még igen? Hozzá. Igen. És még mi kell avathoz? Elképzelésem nincs. Tárkony. Tárkony. Tehát a tárkony itt is megjelenik a mai napnál. Nagyon-nagyon-nagyon örülök ennek, hogy a tárkonyt használjátok, ami a régi magyar alkonyha fűszere. Remélem, hogy unikum nem került bele.